Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband Európa 1200 módos végigjátszásomat, és itt maradt abba, ugye, hogy sikerült elfoglalni egy újabb területet a bulgároktól, és jó pár nemest sikerült legyőzzek. Na már most arra gondoltam, hogy ugye van egy csomó ilyen újoncom, akiket ki kellene képezni. Van itt egy küldetésem, hogy hozzak ide gabonát. Oké, ez megvan. Nem még veszek fel újoncokat, nem kell több egyelőre. És talán... Várjunk, építkezek? Igen, oké. Akkor be kéne nézzek Sedin, vagy Kurca falujába. Rendben. És legyen az, hogy irány vissza. Irány ide. Vagyis nem is igaz, mert újra ki kell küldjem a toborzókat, hogy még több újoncot hozzanak. Hozzanak németet? Ja, hozzanak néhány német újoncot. Oké, és akkor még több... legyen holland is. És legyen... flemish. Jó, elértük a maximumot. Rendben. Irány akkor erre. Amúgy tovább tudok fejleszteni néhány izét. Néhány katonát. Szeretnék egy csomó ilyen lombardi veterán íjászt. Ez ugye ilyen javelin man, utána íjász, és hogyha minden igaz, akkor veterán íjász. Ha jól emlékszem. Fel kéne járjam a falukat. Mert amúgy is most csak annyit csinálok, hogy képzem a katonákat, és építkezzek a városokban, vagyis a falukban. Mondjuk 167-en vagyunk, szerintem hamar le fog esni a sereg morálja. Ó, 152 katonája van. Na ne szívass. Talán el kéne verni őket. Megállj. Oké, ez jó volt. Bírom azt, hogy 152 katonával lassabbak, mint én majdnem 300-zal. Igaz, hogy ugye nekem van egy olyan hősöm, amelyik ilyen útkeresést fejleszt, ezért tudok gyorsabban haladni ugye a térképen. Na jó legyen az, hogy lerassoljuk őket, mivel szerintem egy-kettőre elverjük a sereget. Ja, egy-kettőre lemészároljuk őket. Egy Esquire meghalt, de egyelőre csak egy katonán halt meg, ami kevés veszteség. Mondjuk egy Squire-ből ugye lehet, hogy csata után lovag lett volna belőle, de most már nem lesz.
Az jó volt. Oké, már csak 15-en vannak. Már nem igazán van mit csináljak, mivel nagyjából az ellenség meghalt. Egy halott és 3 sebesült. Ez egész jó volt amúgy. Minimális veszteség. És a foglyom lett a csávó. Na jó, irány akkor vissza ide. Az itt lévő falukat kifosztották, akkor irány oda. Több katonát nem veszek fel, mivel már így is gyenge a morál. Ó, megint szintlépés, nem már. Egészségemre köszönöm szépen. Mennyi pénzem van? Ez 1.100.000. Kicsivel több. Ami ugye egész jó pénz. Be kéne nézzek a városba, már csak azért, hogy mi itt a helyzet. Lovak nincsenek, vagy páncélozott ló. Testpáncél kesztyű nincsen, és nincs semmi jó cucc. Sajnos. Nem jöttek valami jobb zsoldosok? Oké, ezeket felveszem. Vagyis kéne vegyek élelmet még. Ja, jó gyorsan fogy. Remek, legyen az, hogy kéne keressek ellenséget. Amúgy, hol a pápai állam? Nápolyt elfoglalták a portugálok, az igen? Innen eljöttek egész ide? Azta. Pápai állammal még mindig hadban állok, de régóta nem láttam őket. Na vajon, hol lehet egy nagyobb bulgársereg? Oké, itt van egy hadvezér 130 katonával. Oké, elverjük őket, mert hát miért ne? Kb. Kétszer annyian vagyunk, de ha kapok 3 morát a csata után, az is jó. Meg néhány lovagot ugye ki tudok fejleszteni. Már akkor megérte. 61 lovas, 10 íjász, 16 gyalogos. Egyszerre a csatatéren. Na jó, támadás. Amúgy is rohadt gyengék, szóval zúzzuk le őket, gyorsan az kész. Van néhány ilyen jobb lándzsás egységük, de kb. Annyi. Egy lovas meghalt. Még a veszteség annyira nem számít.
Mert amúgy is rohadt sokan vagyunk. Ó, azt nem gondoltam volna, hogy eltalálom, de sikerült eltalálni. És győztünk. Á, 4 meghalt, 24 lesebesült. Mondjuk a lesebesülés az nem számít. Csak ugye az, hogyha meghal valamelyik. És kaptam 5 hírnevet és 5 morált. Wow. Nem rossz. Lett egy ilyen bulgáriai vlasztelin. Jó sokan szintet léptek. Ki akarok fejleszteni amúgy egy ilyen csomó izét, lombárdi veterán íjászt és albán peltasztákat. Jók lesznek majd izére a várőrségnek, ugye? Sehol senki? Jó, mindegy. Irány vissza ide. Hm, 13.100 dénár, nem rossz. És megint lett némi szintlépés. Legjobb az egészben, hogy ki tudom fejleszteni a lombárdi veterán íjászokat és az albán peltasztákat harc nélkül, ugye, csak simán kiképzéssel, ami nagyon jó. Küzdjünk meg velük. Oké. Nincsenek olyan sokan. Fele annyian vannak, mint mi. Ám bár az ilyen hajós csata, az szerintem egy olyan 5 rohamból fog állni. Ja, hogy ennyi? Wow. Be tudok ugrani a vízbe? Nem. Oké. 94-en maradtak. Bírom azt, hogy miest elkezdődik a harc, az íjászaim már lövik is ki őket. Rohadt gyorsan kidőlnek amúgy.
Amúgy nem gondoltam volna, hogy van a játékban ilyen hajós csata. És elég faján meg van csinálva. Ugye elkezdődik a hajós csata, néhányan leszpawnolnak ugye az ellenségből ide, néhány oda az enyémekből, és akkor leöljük egymást. Az kész. Mondjuk számít az is, hogy milyen a kezdő előny. Mivel ha nekem jó a kezdő előnyöm, ugye akkor nekem több katonám spawnol, az ellenségnek pedig ugye kevesebb. Oké, elnézem, simán lábon tudom lőni őket. Bárhol találom el az ilyen gyengébb katonákat, egyből meg is halnak. Oké, ez nagyon gyors volt. Igaz, hogy már csak ilyen gyenge újoncaik maradtak. 15-ös kezdő előny. Ez elég jó. Van néhány jobb harcos, de az sem számít. Az egyik hősöm pedig szintet lépett. Oké, ez jó volt amúgy. Nem volt ez rossz. Lehet, hogy foggyulájtam a csávót. Oké, és igen, sírálj. Jó, és akkor fejleszteni kéne a mizét, az egyik hősömet. Többen is szintet léptek mondjuk. Jó, és akkor legyen lövőerő. Jó, és akkor a következő lesz ez a csajszi. Legyen agility, és ez. Kéne a csajszinak egy lovat vegyek majd. És itt van Marjorie, akinek szintén lövő, vagyis erő és acéltest. Nagyon kevés az életereje. Néhányan szintet léptek. Lett egy bulgáriai lövész. Na jó, legyen akkor az, hogy irány vissza. Néhányan megint szintet léptek. Irány a város. Amúgy kissé furcsa az, hogy nincsen zene. Miért nincsen zene? Ez így nem a legjobb. Fogalmam nincs, hogy miért nincs néha zene a játékban, csak úgy elmegy. Az egyik tobozó csapatot legyőzték. Fenébe. A morál pedig kezd nagyon leesni. Amúgy szerintem el tudnák foglalni egy másik várat. Sikerült kifejleszteni nagyjából a katonákat. Nagyjából. Így el kéne foglalni Móriát. Oké, okay, el fogom foglalni Móriát. Remek. Ez amúgy annyira vicces név. De most komolyan, Mória? Bulgáriában, érted? Egy ilyen... egy olyan ország, ugye, hát... Nem olyan, mint Franciaország, vagy Anglia, ugye? És akkor beraknak ide a készítők egy olyan helyet, hogy Mória. Basszus. Na jó, mindegy, el kell foglalni.
Oké, ez viszonylag könnyen támadható. Mennyi ijászom van? 11. Na mindegy. Megpróbálok egyből berohanni. És talán sikerül egyből elfoglalni a várat. Ha mázlin van, akkor igen. Ha nem, akkor... Hát akkor nincs. Menj csak arrébb, menj arrébb, menj arrébb, menj arrébb, menj arrébb, menj arrébb, te. Jó, tudom, hogy bajotok van velem, de nem most. Oké, szerintem így meg lesz elsőre. Oké, ez egész jól kezdődött. Nem gondoltam volna, hogy sikerült csak úgy bejussak, de örülök neki, hogy sikerült. Azt az egyiket seggbe lőttem. Ennyi volt amúgy? Nem, vannak még. Várjunk, íjászok maradtak? Ja, szerintem egy csomó íjász. Jó, szerintem, hogyha futok előre, nem nagyon lehet célozni. Maradt itt némi íjász, de ezek már nem olyan veszélyesek. Pusztuljatok. Megöltek egy Squire-t. Mennyi íjász van itt, atyaisten. Némi veszteséget még okoznak. Na, végre. Az utolsót pedig én intéztem el.
Jéééé, ez jó volt, ez nagyon jó volt, hogy őszinte legyek. 503 katonát tudok irányítani, atya isten. Wow. Oké. Nagy valószínűséggel sosem fogok annyi katonát egyszerre irányítani, de a lényeg az, hogy lehet. Amúgy szerintem a módkészítő nem gondolt arra, hogyha ilyen sok katonát lehet irányítani, akkor lehet, hogy kellett volna valami izét tenni a játékba, ugye ilyen a fogadókba tenni ilyen lehetőséget, hogy vásárolni morált a katonáknak, mert ugye 230 vagy 250 katona után már rohamosan csökken ugye naponta a morál, ezért lehetetlen fenntartani úgymond a morált, mert ugye nem lehet egy csatából csatába sem menni, mert egyszerűen nem támadnak meg. Hogyha van több mint 200 katonám, szinte mindenki elfut előlem, ezért nehéz csatázni is. Szóval kellene legyen ugye ilyen izé, mint például a trónok harcás módban vannak ugye ilyen nők, akiket ugye be lehet fizetni, és akkor morált adnak a seregnek. Valami ilyesmi kéne legyen ebben a módban is, vagy csak simán ilyen, hogy fizetek egy kört a katonáknak, és akkor kapok 15 morált például. És ezt mondjuk meg tudom csinálni akárhányszor egy nap, és akkor fel lehet vinni ugye a morált egyből mindig 100%-ra, és akkor lehet haladni ugye 500 katonával is a térképen, városról városra persze, és akkor mindig kell fizetni ugye, hogy felnyomd a csapatok moráját. De mivel ilyesmi nincsen, ezért több mint 200-250 katonánál többen már nem igazán tudsz haladni sokáig, mert ugye nincs morál. Szóval jó az, hogy ilyen sok katonát lehet irányítani, csak hiányzik a valami a játékból, ugye, hogy el lehessen, vagy fent lehessen tartani a sereget morállal. Amúgy hány védő van már? Azt mondja, hogy 80. Oké. Okay. 81, 82, 83, 85, 86, 87. Kilencvenöt, 96, 98, és kéne még 2. Azt hiszem, hogy megvan a 100-as. Ja, király. Irány ide. Mivel ilyen kevés katonát veszítettem, ezért arra gondoltam, hogy visszamegyek a városomba, a fővárosba. Veszek még vagy 30 újoncot, és akkor visszajövök ide. Kiképzem az újoncokat közben, visszajövök ide, és elfoglalom azt a várat is. Mivel tényleg ezt a várat nagyon könnyű volt elfoglalni, hihetetlenül könnyű. Miért van egy olyan érzésem, hogy megtámadják Móriát? Na, tessék. Komolyan mondom, éreztem, esküszöm. Esküszóval mondom nektek, éreztem, hogy meg fogják támadni. Hogy honnan, nem tudom. Na jó, mindegy, legyen ilyen, legyen pikás, gyalogos, még több lovas, előcsatározó, íjász, még több íjász, eltaszta. Rendesen éreztem, hogy megtámadják. ...523 katona. Hogy elnézem, le kell győzzem ezt a csávót. Á, megállj te! Állj meg! Na azért. Rendben, mindössze 46-an vannak, lerásolom őket, az kész. Mondjuk van jó néhány lovas. De nem veszélyes.
Ah, megöltek egy Squire-t. Fenébe. És persze egy lángyás volt az. Oké, bár nagyjából végük van. Sajnos egy emberem meghalt. Jó lett volna megnyerni veszteség nélkül, de így is jó. Na jó, ez a csávó már nem fogja megtámadni egy jó ideig a várat. Szerintem visszamegyek ide, mert lehet, hogy jött ide még néhány nemes. Jött bizony. Néhány parasztal. Na mindegy. Francescót fejleszteni kéne. Legyen lövőerő. Lett egy bemeret, vagy beneret. És még néhányan szintet léptek. Itt kéne hagyjam ezt a két csávót, és akkor irány vissza a Krüzse városába. Remek, a vár már nem áll ostrom alatt. Bírom azt, hogy mennyire próbálnak menekülni előlem. Amúgy több mint 200 katonám van, neki 66, ha jól láttam, és utolérjük őket, ami elég durva. Oké, hogyha már útba esik, akkor legyőzöm őket. Egy nemessel kevesebb, ugye? És egy jó ideig nem fog fosztogatni sem. Van egy csomó jó lovasom. Meg egy csomó gyalogos. Az ellenségnek szintén. Amúgy ez a sereg ugye csak ilyen alapszintű kumánokból áll. Meg gyengébb lándzsás. Ja, egy-kettőre levágjuk őket, az kész. De csak azért vágom le őket, mert útba esnek. Sirály. Nem gondoltam volna, hogy el fogom találni, de mázli. Oké, sikerült elmenekülnie, de nem probléma. Jó, irány a város. Oké, a halbedéreket felveszem, egész jók, és heten vannak. Kéne olyan, hogy élelem, mármint nem csak élelem ugye, hanem ital is kell a katonáknak. Oké, csomó szőlő van. Wow. Na jó, páncél, hello. Jó lábvédő, 54 a 15-tel, megveszem. Kesztyű, nem igazán. És van egy harci íj. Oké, az is kell. Sajnos nem hoztak ilyen skimitár kardot. Na jó, melyik hősömnek kéne odaadjam a testpáncélt? Adjuk oda az etiópnak.
Na jó, még egyszer esütöm a viccet, remélem nem eszi meg. Na jó, mindegy. Kéne neki egy jó sisak is amúgy. Meg kesztyű. Csak annyi az egész, hogy olyan kesztyűket szeretnék venni, ugye, amelyik... Izét, 10 védelmet ad. 10 extra... testpáncélt. És újra ki kell küldjek néhány tobozót. Kéne nekem még több, újonc. Legyen... boszniai. Nem, raguzai. Ja, inkább raguzaikat szeretnék. 50 raguzait, és... Oké, maximumon vagyunk, na mindegy. 209-en vagyunk, oké. Elviszem ezeket. Oké, 249. Ennél többet nem viszek. Ez már amúgy is sok. Még a 249 is. De el akarom foglalni azt a várat, és amúgy is fogok elveszíteni katonákat. Benézek amúgy ide is. Megérkezett az egyik tobozó egység, na mindegy. Megtámadták a várost. Nem is gondoltam volna, hogy megmerik támadni. Kíváncsi vagyok, mennyien vannak. Oké. Ezek elfutnak előlem. Várjunk, ha bemegyek a városba. Oké, ezeket felveszem. Szerintem visszajönnek, és akkor egyből letámadom őket. Oké, ezt a pajzsot megveszem. És oda kéne adjam... az egyik hősömnek, méghozzá neked. Remélem amúgy visszajönnek, és akkor el tudom kapni őket. Gyertek vissza, ti kutyák. Na mindegy. Ahogy elnézem, ők már nem jönnek vissza. Mennyien védik a várat? Szerintem egy olyan 240, 248, és van 35 fogoly. Hát az nem sok. Egyáltalán nem sok. Remélem amúgy, hogy könnyen el lehet foglalni a várat. Amúgy eddig, ahogy észrevettem, minden egyes területet létrával kell támadni. Meg lehet, hogy nincs is nincsen is ostromtorony. Ami amúgy nem is bánom, hogy nincsen ostromtorony, csak létrás ugye. Az összes város és vár, mivel az ostromtornyosat amúgy se szeretem. Oh, hello. Ti vajon mit akartok? Lehet meg akarnak támadni. Várjunk egy kicsit, lássuk. Talán ráveszik magukat? Szerintem azt akarják. Ja. Oké, szóval támadnak. Jó van. Ha ennyire akarják, én benne vagyok.
Seregem nagyjából fullos. Kevés lovagom van, de szerintem megbirkózunk velük. Kb. Kétszer annyian vannak. Oké. Szerintem meg fogjuk nyerni. Kevés a lovas, mondjuk. Ja, 52. Nem olyan sok. Jó lenne amúgy szétverni ezt a bulgár sereget. Mondjuk, ha ezt a csatát megnyerem, akkor vissza kell majd vonuljak, mivel nem marad annyi katonám. És sok idő lesz, mire meggyógyulnak a katonák, ugye? Ahhoz, hogy el tudjam foglalni a várat. De nem gond, mert ez ugye ez amúgy is egy olyan sereg, ami ha nem támad meg engem, akkor megtámadott volna egy várost, vagy egy várat. Így is úgy is le kellett volna győzzem őket. Amúgy nem nagyon mennék előrébb. Mert akkor egyből meg kell majd küzdjek az erősítéssel, ugye? Hagyom, hogy jöjjenek ők. Na jó, mehet a támadás. Egyefene, zúzzuk szét őket. Mondjuk kétszer annyian vannak, így fogalmam nincs, hogy hogy fog ez kinézni. Jó lenne kiütni a vezetőket. Ja, ők komoly veszteséget tudnak okozni. Majdnem. Néhányan már kezdenek elfutni. Mindenki oda. Nagyon szét vagyunk szóródva. Mindenki gyülekezzen itt. Oké, azt hiszem mehet a támadás. Ahhoz képest ugye, hogy már erősítést kaptak, nem igazán okoztak nagy veszteséget. Mondjuk az első roham ugye, az kicsit veszteséges volt a rengeteg vezető miatt, ugye nemes miatt. Ők azok, akik komolyabb veszteséget tudtak okozni. De kb. Annyi az egész. Szerintem ezek a katonák, amik most jönnek, nem fognak sokat elérni. Ja, néhányan már futnak. Én csak most jöttetek ide, hova mennek? Ide futnak, és futnak el. Hihetetlenek. De pofátlanok vagytok. Ja, felének jönnek, akkor ide. Oké, az ellenségnek nagyjából annyi amúgy. Szóval létszámban ugye sokan vannak, de nagyon gyengék az egységeik. Mert ugye nem marad idejük az AI-nak ugye arra, hogy normális katonákat tudjanak előállítani. Mert ugye egyfolytában támadom őket,
és folyamatosan győzöm le a nemeseket, és veszítik a várakat, ezért, hogyha össze is szednek egy nagyobb létszámú csapatot, csak létszámban erősek, és kb. Annyi. Nagyon gyengék az egységeik. Minőség az egyáltalán nincs meg. Oké, ez nagyjából ennyi volt. Hmm, 307. Akkor nagyjából még talán két roham lesz, plusz-minusz. Ja. És megsemmisül nagyjából a teljes seregük. Utána pedig szerintem zárom a videót, és akkor a következő részben fogom elfoglalni a várat. Bár, hogy őszinte legyek, nagyobb veszteségre gondoltam, ami ugye az első rohamban történt, az nagyon kevés veszteség volt. Sokkal többre gondoltam. Nem már! Jézusom! Nagyon nem megy ez a lovas íjászat. Fejbe lőttem az egyik katonám lovát. Már annyira nincsenek sokan. Eltaláltam. Meghalt. Ki tette ide ezt a fát? Hány van még amúgy? Oké, ennyi volt. Nagyjából a fele meghalt. Még 130-an vannak. Oké, akkor valójában több mint a felét veszítették el a seregnek. Így, ha minden igaz, akkor ez az utolsó roham, és akkor... Mindenkinek annyi. Mindegyik nemes legyőzöm nagyjából, amelyik a közelben van. Talán marad egy vagy két nemes, de szerintem ők el fognak menekülni. Kizár dolog, hogy megtámadjanak. Max akkor, hogyha több mint 120 katonája van mind a kettőnek. De annyi az egész, hogy nem tudom azt, hogy egy nemes van még, aki nem csatlakozott be, vagy kettő. Egyet láttam ugye a közelben, ő biztos nem csatlakozott be, mert nem volt elég közel ahhoz.
De hogy rajta kívül van-e még, fogalmam nincs. Mondjuk ha van is, és megtámadnak, biztos le tudom győzni őket. Kizár dolog, hogy olyan sokan legyenek, és olyan jó harcosaik legyenek, hogy legyőzzenek minket. Kizárt dolog. Haver, álljál félre. Ah, megöltek egy lovagot. Ah, nem sikerült átláljam. Pedig az egyik lövés az egész közel volt. De nem elég közel. Mondjuk a közel az nem jó, csak akkor, hogyha eltalálom. Ja, hogy ennyi volt? Ó, oké. Egy fogoly, két fogoly, három fogoly, négy fogoly, oké. Ez jó volt. És lett egy farmer, meg egy peasant woman. Woman. Egy peasant woman. Na jó, legyen az akkor, hogy... egy nemes maradt 35 katonával. Oké. Ez jó volt. Legyen... Legyen ez, lovasíjászat. Igaz, hogy a csávó előcsatározós, de nem számít. Legyen erő, és... Ó, nem. Meggyőzés kell neki. Intelligencia. Jó. Talán számít amúgy, hogy tárgyaláskor őt küldöm. Mert van jó meggyőző képessége. Ha jól tudom, akkor számít. De nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy számít egyáltalán, de szerintem igen. Jó sokan szintet léptek. Ó, lett egy... Human Raider. Oké. Nem igazán láttam még olyat. Vagy Rider? Mindegy. Azt hiszem Rider. Az... Izé, a... A Raider az a Raider. A Raider, és E betű, az A betű helyett E betű, az meg ugye a Raider, vagyis hogy fosztogató. Vagy pont hogy fordítva, hogy őszinte legyek, már nem tudom. Mindig keverem össze. Emlékszem például Third Age-ben is ugye, a Third Age Total War-ban is az Enedvati klánnak van ugye a gyalogos Raider egység, és van a lovas Rider egység, és akkor mindig keverem az egyiket a másikkal. Mert nem tudom azt megjegyezni rendesen, hogy a Rider, vagyis A betűvel ugye akkor az lovas, vagy ilyen lovasféle,
A Raider az E betűvel ugye az meg fosztogatót jelent, szóval mindig keverem össze. Na mindegy, ám bár arra gondoltam, hogy irány a város, vagyis előbb ide, megyek fel néhány nemest, be akarok menni a városba, csak azért benézek ebbe a néhány várba, hogy vegyek fel néhány nemest, és akkor zárom a videót. Csak előbb még, mielőtt bemegyek a városba, néhány nemest fel kéne venni, mert hát miért ne? Ha már útbe esik. Oké, nincs itt senki. A cuccokat nem igazán hoztak. Nincsen egy szkimitár, ám bár van egy jó pajzs. Melyik hősnek kéne odaadjam? Meg is van. Na jó, ám bár kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!